been confused as of late. Yeah. Fiúk, lányok, óriási hibát vétettem. Mégpedig azt. Ugye bemutatom. Mikor átjelöltem a vezérmű láncot, mert a gyári láncon nincs jelölés, nincs olyan, hogy jelölt láncem. Én átjelöltem, csak aztán rájöttem, hogy a feszítő az nem így van, hanem így. Vagy nem így, hanem úgy, tök mindegy. Az lényeg, hogy átfordítottam, és mivel átfordítottam, ezért már a jelölt láncszemek nem ugyanoda kerültek, mert ugye a két jelölt felső láncszem és az alsó harmadik között a jobb oldalon hosszabb, a bal oldalon rövidebb táv van a két jelölés között. Na mindegy, az a lényeg, hogy jó kibasztam magammal, mert az egyes hengersor ennek köszönhetően nincs jelen. És ezt könnyen meg lehet állapítani, itt bele kell nézni a vezérműtengely eladók helyére, camshaft szenzor, bele kell nézni, és itt látható, hogy ugye van két hosszú egység, meg még kettő hosszú, ugye mind a két vezérműtengelyen, és van két rövid bütyök. Szám szerint 6 darab, és ezeknek a pozícióját innen lehet látni, és benézek ide, itt látom, hogy szar helyen van, ezen a felén meg jó helyen van, tehát az a hibátlan. Viszont az a helyzet, hogy most ehhez, hogy ezt itt megbolygassuk, le kell venni a vezérmű fedelet. Mert ugye a vezérmű tengelyeket nem tudod meglazítani, csak úgy, hogyha hátulról ellen tartasz, de én most kitaláltam rá egy opciót, hogy hogyan tudod meglazítani. Ide nézzetek. Ez tökéletesen beleillik a fogba, be tud támasztani akárhova neki tudunk feszülni, és föl tudtam őket most lazítani. Föl is vannak lazítva, és ki is veszem a csavart. Mind a kettő. És megpróbálom áthelyezni őket a megfelelő pozícióba. Ez kurva nehéz dolog lesz, de megpróbálkozok vele. Nem biztos, hogy menni fog, olaj egyben megjelent, ahol kell. Most a feszítőt kell visszanyomnunk alaphelyzetbe, majd kitámasztani. Az a helykó, ez nem lazul meg. Tele van olajjal és ki van feszülve. Vagy pedig racsnis mechanizmus van a belsejében és az nem engedi. Úgyhogy eltávolítom. Jó, meg is vagyunk. Most nézzük, hogy vajon lejön-e a kerék. És lejön valami, és lejön geci. Ááááá! Szűzmárium! Na, ezt most úgy kell elrakni, hogy nehogy összekeverd, mert nem egyforma. Mindenre is figyelni kell, fiúk, lányok. Na, tehát akkor camshaft kereket lehet cserélni rajta. Úgy, hogy nem veszed szét a motor. Viszont most itt van egy darab alkatrész, amit basszám, képzeljétek el, hogy nem találtam meg a szedbe, de aztán meglett a végén. Vagy hát na, mikor raktam össze a vezérlés, nem találtam meg. Mondjuk ez is jó állapotban van, de van ebből új alkatrész. Hogyha már itt tartunk, hogy vissza kell bontani, akkor visszarakom a helyére. Ez egy új papucsállatka. Azaz. Tökéletes. És akkor most nincs más dolgom,
A vezérmű tengelyt oda csavarni, ahova kell. Viszont érdekes, hogy itt van egy nagy rész, meg itt egy nagy hosszabb rész a keréken, és van két pici. Ennek úgy kell kinézni, mindjárt mutatom. Meg valahogy így kell állni. Látjátok? Kibufogó oldalon befelé néz a két bütyök rész, a nagy, a hosszabbik rész, a másikon, a szívón meg befelé. Na most lemaradtatok, mert a Vilmával mi ide beszenvedtük ezt a csavart, ez brutality volt. Nem kívánom senkinek, hogy legyen olyan balfasz, mint én. Hát mindegy. Ez az első ilyen motor, amit csinálok, úgyhogy most kitanulom minden csinyát, binnyát. Az biztos. Ugye, baby? Igen. Ez most itt lesz. Á, csodálatos, hogy én szemben nem. Mi? Én szemben nem. Dehogy nem? Nem tudom csinálni. És tudod, hogy hogy oldottam meg azt, hogy... Mert ugye elméletileg úgy van, hogy ahogy meghúztuk, tudod? Uh-huh. A végén van egy torx, és akkor az annak ellen tartottál, és én meghúztam itt, ugye? Emlékszel erre? Uh-huh. És kitaláltam egy olyan metódust, hogy beszarsz, figyelj. Nagyon kemény. Ezt meghúzzuk először is. Atomra, szakadás előttig. Kihúzom a feszítőt, jó? Figyelj, koponya voltam, geci. Esküszöm. Van egy ilyen rendkeréknél szoktam használni. És vágott, beraktam ide, mondom, hát a feszítőn meg a láncon keresztül nem lehet erőt kifejteni. Mondom, akkor úgy tekerem a főtengelyt, hogy mikor odaér, beékelődik ide. És ki tudtam lazítani. Mert amúgy szét kellett volna bombázni az egész hátulját, mindent, vágod? Most meghúzás ugyanez lesz, hogy berakom ide. Nyomd lefele, azaz. Világíts nekem oda befelé. Melyik befelé? Oda, úgy. Jó. Hossz, tehát itt hány vízim megy, hány szím megy. Úristen. Azaz, most beékelődött. Jó. Nem fog elengedheted? Nem. Nem. Most egy fogunk is. És visszafele tekerjük. Jó. Jó. Hát ezzel el tud indítani, esküszöm. Hát azt körbe lehet tekerni. Hú, hát még mindig szopom a faszt. Na, most itt mutatom nektek, hogy hogyan lehet leszívni, meg hogyan lehet megoldani. Viszont... Nagyon egyszerű, százféleképpen van a kurva leírás. A legegyszerűbb, amit találtam most a neten, az egy faszafeszes, vagy egy faszacsávó, faszafeszes információ. Igen, köszönöm. Köszönöm a közreműködést. Elméletileg megtaláltam végre a pontot, ami a helyes. Nagyon sok információ van a neten, de össze-vissza beszél mindenki. Úgyhogy most elmondom nektek a titkot. Mind a két kerékem van egy-egy ilyen tárcsa, ami az indukciós jeladónak a tárcsája. Onnan veszi a vezérmű tengely jelet, hogy melyik pillanatban hova mit injektáljon, meg hogy adja a gyújtást. Na szóval, ennek a tárcsának van kettő hosszabb része, meg kettő rövid kis bütyke. Magyarán ezeknek úgy kell állni, egyes, a gyári rajzom, amit megadtak hozzá, és ezt belőttem az előbb rá a motort, nem lett jó. A rajz szerint úgy néz ki, hogy ezek a két hosszabbik rész, az itt van, meg itt van, a másik oldalon pedig itt van, meg itt van. Most találtam egy rajzot, ahol úgy mutatja, hogy ez a két nagyobb cikk, ami ugye vastagabb, mint a másik kettő kisebb, ugye az a másik rajzon kifele mutat, abba az irányba. Tehát abba az irányba mutat,
Mind ezen a keréken is, arra mutat meg ezen a keréken is. Az előző rajzon ugye befele nézett a két hosszabbik rész, azt most átfordítottam. Most elméletileg ugye már vezérésre nekem nem írt a második indításnál hibát, úgyhogy nagy valószínűséggel most lesz a jó. Mert ha megnézzük, ugye átforgatjuk a motort 180 fokot, akkor a jel innen átkerül ide, ami a gyári jele van neki a láncon, az átkerül ugye 180-nal ellentétes oldalra, tehát ha egyszer fordítjuk át, és akkor a láncszem jelei rámutatnak erre a 8-as, vagy hát Torx fejű csavarra, és ezen a keréken is van egy jel, ami a láncé, az is rámutat erre a 8-as csavarra. Innen tudjuk azt, hogy helyén van most a vezérlés elméletileg. Szerintem jó lesz. Confused as of late, yeah.